Minden héten hetek. Ne csak olvasd, hallgasd is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Következik a Hetek című közéleti heti lap aktuális ajánlata. Szervusztok, ez itt a Hetek magazin, a Hit Rádióban, Morvai Péter vagyok. E heti számunk címlapján Szigetvár, és a téma természetesen a Szulejmán botrány, mint arról a múlt heti adásunkban hallhattatok már. Kulcsár Árpád történész most 10 pontba gyűjtötte össze, hogy miért nincs keresnivalója Magyarországon Szulejmán szultán emlékhelyének, bármilyen népszerű tévésorozatot is készítettek róla a törökök. Szulejmán ugyanis a magyar történelem egyik legirgalmatlanabb pusztítója volt, a nevéhez sok rémség közül is kiemelkedik a mohácsi csata utáni vérengzése, amikor egyetlen délután 2000 magyar hadifoglyot fejeztetett le. De Kulcsár Árpád cikkéből még sok más megdöbbentő tényt is megtudhattok Szulejmáról és ellenfeléről, a hős szigetvári védőről, Zrínyi Miklósról. Ma azonban nem a múltba, hanem a jövőbe kalandozunk vendégünkkel, Pátkai Mihállyal, a Hetek állandó szerzőjével, aki ezúttal 2016 technológiai trendjeiről írt nagyon izgalmas cikket. Szervusz Mihály, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szervusz Péter, köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit. Három területet emeltél ki a cikkedben, ahol nagy áttörések várhatók. Kezdjük a virtuális valósággal. Tényleg itt van, annyit hallottunk már róla, hogy jön, most itt van? Ugye az 1990-es években volt egy nagy virtuális valóság dömping, illetve mindenki erről beszélt, de akkor még a technológia nem állt készen arra, hogy a megfelelő módon ezt meg is valósítsa. De most, 2010-15 közötti időszakban, de különösen most ezekben az elmúlt egy évben hatalmas fejlődésen ment keresztül ez a technológia, és a nagy cégek egymás után hozzák ki a virtuális valóság sisakjaikat, ezek a VR sisakok, amiken keresztül a közember is a hétköznapokban, a otthonaiban be fog tudni lépni egy egészen fantasztikus felbontásban és interaktív módon működő virtuális térben. Hogy képzeljük ezt el? Valaki fölhúzza ezt a VR sisakot, akkor kész, megszűnik számára a külvilág? Hát ezt úgy képzeld el, hogy múltkor kipróbáltam egy ilyet, ez egy Samsung VR Gear sisak volt, és ahogy fölvettem, elkezdtem mosolyogni. És olyan volt, mint a megszült volna a bolt, amiben voltam. Lenéztem, egy más padlót láttam, fölnéztem az eget, egész más színekben látod. Jobbra néztem, színészek szaladgáltak mellettem, egy előadást láttam, de olyan, mint ha benne lettem volna. Balra néztem, más színészeket láttam. Utána egy birodalmi csillagromboló mellett repültem el, jobbra néztem, valaki mellettem egy másik űrsiklóval repül, balra nézek, kiégett birodalmi csillagromboló, tehát egy teljesen beemel egy másik térbe. Vannak olyanok, amelyek nem interaktívak, tehát nem tudsz valamit csinálni benne, csak nézed a valóságot, ami immár körbevesz, és nem csak egy sík lapon előtted, mint a televízióban. Te például, hogyha mozgatod a fejedet, elfordítod, akkor a látvány is még ebbe a passzív üzemmódba is változik? Pontosan, tehát van egy csomó olyan érzékelő beépítve ezekbe a sisakokba, amelyek vagy csupán a sisaknak a mozgását érzékelik, vagy kívülről is infravörös, illetve lézer technológiával feltérképezik azt, hogy pontosan hol van a sisak, pontosan hol van az ember, és ilyen módon már olyan sisak is létezik, hogy egy 5x5 méteres térben tudsz mozogni, ami a valóságban is 5x5 méter, de a virtuális valóságban is egy 5x5 méteres tér. Tehát bekerülsz egy teljesen másik világba, és ott is interakcióba léphetsz tárgyakkal, meg is foghatod őket. Vannak már olyan szerkezetek, amivel valamilyen érzéseket is kivált az embernek a kezében. De várjál, most rajtad van a sisak, az világos, amit látsz, hallasz, az körülvesz téged, de kinyújtod a kezedet, és akkor azzal mit fogsz meg? Ami előtted van az asztalon, vagy amit kivetítenek? A virtuális térben látható tárgyakkal tudsz interakcióba lépni. Tehát van olyan, hogy mondjuk egy irodában vagy benne, és látsz egy papírlapot, kinyújtod a kezedet, megjelenik a kezed, a virtuális valóságba látod, és megfogod a papírlapot, fölemeled. Vagy egy labdába beleütsz, vagy egy lézerkardot elkezdesz használni, és azzal mozogsz jobbra-balra a kezeddel, ahogy mozgatod, úgy tökéletesen leköveti a mozgásodat, a milliméter
nanométernél is kisebb precizitással ezek az infravörös külső technológiák. Ha valaki kívülről nézi, akkor ez eléggé bizarr látvány lehet. Egészen elképesztő látvány, igen, ezeken a kiállításokon lehet látni embereket, akik elmerülnek így a virtuális térbe, de egyébként ugye egyre jobban próbálják azt is elérni, hogy minél szabadabban tudjál mozogni a virtuális térben. Most nemrég láttam egy nagyon érdekes új technológiát, amiben olyan, mintha egy szülőszékben lenne az ember, így fekszik a térben, és gyakorlatilag mintha egy sárkányrepülővel repülne, és az egész teste is mozog, és képes vagy akkor így repülni különböző tájakon, fekvő helyzetben. Kiket vesz célba ez az új technológia szerinted? Elsősorban szórakoztató célja van. Azt gondolom, hogy messze ez a legnagyobb felhasználási terület jelenleg. Tehát a játékosokat, gamereket, és emellett ugyanakkor az ismeretterjesztés is egy lehetőség. Gondolj bele, hogy mondjuk sétálsz az ókori Rómának az utcáin, és jobbra-balra minden irányba tudsz nézni, elmennek melletted ókori ruhába felöltözött emberek, vagy olyan például egy új felhasználási terület, ami érdekes volt a számomra, az a fóbiák, félelmek legyőzése, hogyha például félsz a magasságoktól, akkor felállítanak egy felhőkarcoló tetejére, ott kell sétálgatnod fel alá, és gyakorlatilag a mélységet ugyanúgy érzékeled, és vagy a kígyóktól félsz, akkor bevisznek egy szobába, ahol ott van egy kígyó, és mászkálnod kell abban a szobában, és egyre közelebb kell hozzá menni. Tehát összességében, mert ugye ez egy kérdés volt előttem, hogy lehet-e ebben bármi jó vagy hasznos a szórakoztatás, a jobb vagy rosszabb szórakoztatáson kívül, de akkor ezek szerint törekednek erre, hogy virtuális valóságot bevigyék akár az oktatásba is? Így van, tehát az oktatásba is egy nagy lehetőséget látnak ebben. Például egy terület, hogy a távolról tanuló, magántanuló gyerekek, akik otthonról tanulnak, azok gyakorlatilag így egy osztályterembe be tudnak ülni, egy tanárral, aki szintén máshol van, és egy ilyen virtuális térben együtt tudnak lenni egy szobában. Azt mondják, hogy a közösségi médiában is ez egy forradalmat hozhat a jövőben, hogy, és a weboldalakban is, hogy a weboldalakon belül mászkálni tudsz, tehát az internetbe is belekerülsz, és a közösségi médiában is sokkal izgalmasabb tranzakciókra lesz lehetőség, mert egyfajta avatárokat felöltve az ember képes lesz virtuális termekben emberekkel interakcióba lépni. Beszélj még röviden, mielőtt elmegyünk a szünetre, a cikkedben említett két másik területről, a drónokról, meg az okos hűtőkről. Mire jó az, hogyha modern repülők és papírsárkányok helyett most drónokat reptethetünk? Hát a drónok területén is hatalmas áttörés volt az elmúlt év végén. Ugye karácsony körül ez volt a sláger termék, nem csak Magyarországon, de nyugaton is. És a drónokkal kapcsolatban talán annyit mondanék, hogy a videó fényképkészítésnek a technológiáját is megújítják, mert egészen amatőr szintről már egészen profi minőségű dolgokat lehet felvenni. Hátkai Mihállyal beszélgetünk 2016 izgalmas technológiai trendjeiről, a szünet után visszatérünk, és akkor már filmekről is fogunk beszélni, úgyhogy maradjatok velünk. www.hitradio.hu Hitradio. Brit, ausztrál, amerikai és magyar keresztény zene 24 órában. Hitradio. Minden héten hetek. Ne csak olvasd, hallgasd is. Hetek hetente pénteken a Hitrádióban is. Hátkai Mihállyal, a Hetek állandó szerzőivel beszélgettünk az elmúlt 10 percben a virtuális valóságról, technológiai forradalomról, drónokról, és amire nem jutott még időnk, okos hűtőkről és más okosságokról, ezt elolvashatjátok a Hetek legfrissebb számában, de most térjünk át a filmekre, mert hogy filmekről is rendszeresen írsz, és nagyon sok reakciót kaptunk, például legutóbb az évvégi bővített dupla számunkban a Star Wars-ról írt kritikádról, illetve ismertetődről. Ugye filmek, most a következő dátum, amit sokan várunk itt Magyarországon is, Oscar Gála február 28-án, érintettek vagyunk és drukkolunk a Saul fiának, de van egy másik film is egyébként, rövid dokumentumfilm kategóriában, keresztény film, Pat Robertsonnak az Operation Blessing karitatív szervezete készítette a Buddy Team 12 című filmet a libériai Ebola
krízissel, ebola járvány idején ott dolgozó munkatársaikról, bátor munkatársaikról, és ezt a filmet is jelölték Oscarra, tehát két filmben is, két kategóriában is drukkolhatunk. Mihály, hogy látod, maradt még ötlet Hollywoodban? Vagy most már csak annyi fog történni, hogy minden évben, decemberben kihozza a Disney a legújabb Star Wars folytatást? Hát ez biztos, hogy most már meg fog történni, úgy látszik, de azt gondolom, hogy sok azért, hogyha az ember válogat okosan, akkor tud találni értéket is a filmek között. Mindenek előtt talán egy pár szót hadd mondjak arról, hogy mi, mint keresztények, hogy érdemes, hogy filmet nézzünk. Én azt gondolom, hogy ebben vannak szélsőségek. Az egyik szélsőség az az, hogy nem szabad semmit se nézni, mert minden a sátántól van, és menekülünk minden kulturális termékétől a jelenlegi világnak. A másik véglet pedig az, aki minden kritika nélkül habzsolja a leghorrorisztikusabb, okultabb és szexuálisan erkölcstelen tartalmakat. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk azt látni, hogy a filmek a szórakozás, kikapcsolódásról is szólhat keresztényeknek is, inspiráció is lehet, kulturális művelődés a számunkra, és érdemes azokra fókuszálnunk, ami családközpontú, nem erkölcstelen, nem megy szembe direktbe a bibliai értékrendünkkel. Én három kategóriát határoznék meg. Az első az, amelyet kifejezetten ajánlhatunk, hogy nyugodtan nézzük meg, mint hívők is, nem rombolja a világnézetünket és az erkölcsi tartásunkat. A második kategória, ez egy vegyes felvágott, és itt fontos az, hogy ki milyen háttérből jön. Mondjuk egy szellemi szolgáló, aki épp egy istentiszteletre, prédikálásra készül, az nyilván sokkal elválasztottabb állapotban kell, hogy megőrizze magát, mint más emberek. Illetve van egy harmadik kategória, amelyek a kifejezetten okkult és gonosz tartalmú filmeket sorolnám. Maradjunk akkor a Star Warsnál. Ezekből a kategóriákból hova rakod ezt a filmet? Én a Star Wars-t a második kategóriába helyezném. Tehát azt gondolom, hogy ez a film nem egy kifejezetten sátáni, okkult, sötét, misztikus, gonosz tartalmú film csupán. Van benne sok minden, ami a világnézeti hátterét érdemes megvizsgálni, hogy jó-e vagy rossz-e. A cikkem pont ezt elemezte, hogy igenis, amikor a George Lucasék ezt kitalálták, akkor bizony nyúltak a távol-keleti buddhista irányokba, akkor bizony sok olyan elemet is belevettek ebbe a filmbe, amelyek például a Shaolin szerzeteseknek a gyakorlatait tükrözték, a Jedi lovagok esetében, illetve az, hogy valaki egy gonosz ember, az igazából jó is lehet, meg gonosz is, ez a yin-yang teóriát is belerakták. Ezek nem jó dolgok, és szembe mennek a bibliai világnézettel. Ugyanakkor mondok egy-két pozitívumot, az, hogy a világegyetem ilyen nagy, az, hogy a jó le fogja győzni a gonoszt, az, hogy lehet, hogy vannak jó harcosok, akiknek hatalmas erejük van, és fényes kardokkal küzdenek. Ezeket nem feltétlenül kell negatívan egyből beállítani. Szerinted egyébként Hollywood hogyan dolgozik a látványhoz? Keresi a sztorikat, vagy sztorikat igyekszik minél látványosabban megjeleníteni? Ma már sok olyan film van szerintem, ami inkább látvány, és nem nagyon van mögötte sztori. Talán világiban gyakorlott kritikusok is többen megfogalmazták, hogy a Marvelnek meg a DC Comicsnak is a világa kezd kiüresedni, mert már a sztorikat nem tudják újra feltalálni. A Bosszúállók 2 az már majdnem ugyanaz, mint a Bosszúállók 1. A legújabb Star Wars-ba is ugyanúgy az apa-fiú komplexust vezették be, ugyanúgy egy halálcsillag volt, csak kicsit nagyobb, ugyanazok a fegyverek, ugyanazok az űrhajók szerepeltek benne, tehát annyira friss, izgalmas új tartalmat nem hoztak, viszont annyira látványosra sikerült, hogy már magáért a látványért sokan ezt megnézik. Néhány éve nagy várakozás előzte meg, mi is írtunk róla, hogy lesz Hollywood újra a bibliai témákhoz nyúl. Nagy hírverés előzte meg. Aztán amit láttunk belőle, a Noé filmet, az Exodus, vagy Jézus életéről szól filmet, hát ez enyhén szólva inkább csalódást okoztak, és nekem most úgy tűnik, hogy le is álltak, nem is készült el mindegyik olyan film, amit terveztek. Talán volt elképzelés, hogy Pilátusról is készülnek filmet, nem hallottam róla, hogy kijött volna.
ez egy zsákutca volt, szerinted? Azt gondolom, még azért jön egy-két érdekes ilyen témájú film. Most például a Ralph Fiennes főszereplésével jön a Risen. Ez jövő hónapban jön ki Amerikában, nem tudom, Magyarországon már meg fog jelenni. Ez Jézus testének a kutatása egy római százados, hitetlen római százados részéről. Nagyon izgalmas előzetest kapott, úgyhogy ez lehet, hogy egy érdekes film lesz. Érdemes rá figyelni. Illetve van egy másik, amit viszont nem ajánlanék kifejezetten, ez egy sorozat, Királyokról és prófétákról a címe, ahol Dávid és Saulnak az életét dolgozzák fel, elég nagyszabású sorozatnak ígérkezett, viszont megvallottan is elég erőteljes szexuális, erotikus tartalmat vittek bele. Egyáltalán Hollywood nem tart attól, hogy a sorozatok, ugye Netflix, HBO és más gyártóknak a nagyon népszerű sorozatai elviszik a közönséget? Azt gondolom, hogy a mozinak mindig meg lesz az appellája, tehát ez egy fantasztikus élmény tud jelenteni, ha az ember beül egy jó filmre és azt megnézi. Egy személyes példa, én most néztem meg a Visszatérőt Leonardo DiCaprioval, amit nagyon tudok ajánlani a srácoknak, mert egy nagyon férfias túlélő sztorit mutat be, ami szerintem a fiúknak kifejezetten használni tud, lányoknak nem biztos, hogy ajánlom. Hány éves kortól ajánlod? Hát mondjuk 15 körül. De Oscar esélyes is egyébként több kategóriában is a film. Mihály, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, várunk máskor is. Ezt az adásunkat és a korábbi Hetek magazinokat is meghallgathatjátok a Hetek YouTube csatornáján és a SoundCloudon is. Jövő héten pénteken ismét jövünk, addig is hallgassátok a Hit Rádiót, szervusztok! Hit Rádió, a jövő zenéje. Olvasd naponta a Bibliát, hallgass naponta a Hit Rádiót. Hit Rádió. www.hitradio.hu. Több mint zene.